A Debrecenben és Dunaújvárosban elszenvedett vereség után a jó formában lévő Vác ellen szeretett volna javítani a kisvárda. A vendégek kezdtek jobban, de az első félidő derekán már 4 góllal vezetett a házigazda. Az előnyből egy találat maradt meg a szünetig, 11-10-nél vonult a pihenőre a csapatok. A második játékrészt a Vác kezdte jobban, szinte minden támadásból gólt lőttek a vendégek, míg a másik oldalon nem találták a kapuhoz vezető utat a játékosok. Ez az időszak el is döntötte a meccset, így Zsinórban 3. vereség is szenvedte a Dévényi János együttese. Kijöttünk a másik fél időre is, mint aki, amit megbeszéltünk, abból semmit nem tartott be, 3 eladott labdával kezdtünk, amit kézbe adtunk el. 12 perc alatt 2 időt kellett kikérjek, egyszerűen végigforgattam a csapatot, semmi, egyszerűen nulla támadójáték, a 7-6 változtatott valamit rajta. Az amellett még ráadásul ebbe az időszakba a kapus teljesítményünk is, azt hiszem 14. percig egy védett lövésünk volt. Ez el is döntötte a mérkőzést, onnantól már csak futottunk az eredmény után. A vendégek edzője szerint a feljavuló védekezésüknek köszönhetően tudták maguk javára fordítani a mérkőzést. Az elején elég jól kezdtünk az első 4-5 percben, mind védekezésben, mind támadásban, de aztán érthetetlen okból kifolyólag teljesen megálltunk, és volt egy olyan 15 percünk, ahol teljes káosz volt. Támadásban nagyon enerváltak voltunk, nem támadtuk a kaput, nem volt bennünk semmi átütő erő, dinamika, befejezésekkel is problémánk volt végig, és aztán rányomta ez a bélyegét a védekezésünkre is. Attól függetlenül nem kaptunk sok gólt az első fél időben, de itt azokat a keresztmozgásokat, amiket megbeszéltünk, illetve egy-egyeket nem tudtuk, azok a páros kapcsolatok hiányoztak, amiket próbáltunk gyakorolni. A második félidőben pedig tényleg azt tudom mondani, hogy egy nagyszerű kapus teljesítmény természetesen, egy nagyszerű védekezéssel tudtunk aztán indítás, lerohanás gólokat lőni, és szerintem ez volt az a fontos pont, ami megfordította teljesen itt a mérkőzés menetét. A forduló további eredményei a következők: Győrsi Jófok 35-27, Ferencváros Dunaújváros 35-25, Eger Debrecen 18-36, MTK Budapest Budaörs 29-29, Mosonmagyaróvár Albafehérvár 29-28 és Érd Békés Csaba 45-30. A tabella élén a Győr áll 42 ponttal 100%-os teljesítménnyel, megelőző a 34 pontos Ferencvárost. A 17 pontos Kisvárda a 8. helyen várja jövő hétvégén esedékes Békés Csabai vendégjátékát.